Mi a helyzet, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videó középpontjában pedig nem más lesz, mint a Mandalori legújabb epizódja, amit a The Passenger, vagyis az utas címre kereszteltek. Vágjunk is bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznának. A fergeteges felütést egy újabb filler követte, a látványra továbbra sincs panasz, hisz az ILM csinálja, de mi van a történettel? Tényleg ez fogad, amikor megnézem az év egyik legjobban várt sorozatát? Vajon ugyanarra a sorsa jut a második évad is, mint az első? Ez a recept, egy jó felütés, amit majd az évad utolsó két részében lezárnak, a köztelévő űrt meg tucat sztorikkal töltik fel. Nem értem, hogy 2020-ban a Trónok harca, a Netflix és Marvel sorozatok, vagy a The Witcher után miért a Csillagkapu a példaképe ennek a sorozatnak? Nézzük meg, mi történt ebben a részben. A hajója felé tartó Mandót utonállók támadják meg, akiket könnyedén legyőz, a sikló nélkül visszabatjuk a hajóhoz, majd Pelimotto szervez neki egy utast, aki a fuvarért cserébe más mandalorikról ajánl infót, a nehezítés. Nem lehet hipertérbe ugrani, mert az károsítaná az utas tojásait. Mondjuk, így meg Baby Yoda zabálja fel őket, mindegy. Két X-szárnyú hekus feltartóztatja, majd üldözőbe veszi a Razor Crestet, lezuhannak, pókok támadják meg őket, végül a két köztársasági pilóta lesz a megmentő. Ezután elrepülnek, ennyi. Akárhogy is szeretném szépíteni a dolgot, de ez az ennyi, ez majdhogy nem semmi a történet szempontjából. Easter egg-ek, a két pilótából az egyik az nem más, mint Dave Filoni, aki a Klónok háborúja és a Lázadók showrunnerje volt, illetve jelenleg a Mandalorinak is az egyik rendezője. A karakter neve, akit alakít, Trapper Wolf. A Wolf mindenképpen utalás Filoni kedvenc motívumára, a farkasra, amit korábban már a Clone Wars-ban, a Wolfpack-nél, illetve a Rebels-ben a lótfarkasnál is használt. A Frog Lady szinkronja egyébként Dee Bradley Baker, aki a klónoknak volt a szinkronja a Clone Wars-ban. Illetve, habár hivatalos megerősítést még nem láttam sehol, szerintem ezek a pók szörnyek ugyanabba a fajba tartoznak, amiket a Lázadókban is láthattunk már. Erről a részről én ennyit szerettem volna mondani, reménykedjünk a következő jobb lesz, de tudjátok, a remény hal meg utoljára. Ez a videó ennyi lett volna már, mielőtt azonban elmennél, írd le kommentben, hogy neked hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!